Üdvözletem! Ez itt a horoszkóp, és ebben a videóban az óriás polip, vagy eredeti címén Tentacles című filmről szeretnék nektek beszélni. Vágjunk is bele! Nekem ez a kiadása van meg ennek a filmnek, hát ez Magyarországon megjelent DVD-ről beszélünk. Óriás polip címmel, maga ez a borító szerintem igazán semmit mondó, egy-két polipcsáp rajta, meg a túlszív valaki búváruhába. Az eredeti poszterét megpróbálom valahol betenni. Egyébként szerintem az jóval jópofább, és hát igazából a kategóriája a filmnek az egy cápa ripoff, tehát egy másolat igazából. Hiszen 74-ben jött ki a cápa, ez egy 1977-es film. És ugye a cápa akkor a siker volt, hogy különféle másolatokat szült, csak más vízi élőlényekkel, mint például a piranyákkal, vagy krokodilokkal, aligátorokkal, többek között. És még azt mondom, hogy én például szeretem a Killer Krokodály mind a két részét úgymond, tehát jól látok szórakozni rajtuk, vagy a piranyának a második részét. Addig ez egy más kategóriájú film, mert amiket az előbb említettem, azok egy kicsit ez a cheesy, tehát kicsit ilyen butuska filmek, addig ez valamennyire próbálja magát komolyan venni. A filmet egyébként Ovidio G. Assonitis rendezte, akinek köszönhetjük például a Beyond the Door című ördögűző másolatot, tehát ez pedig cápa másolat. Volt egy nagyon jó film, ami megvan nekem is, a Madhouse, az tényleg jó. Illetve a Piranya 2-t többségében ő rendezte, mert James Cameron rendezte ugye részben azt a filmet még a Terminátor 2 előtt. Bocsánat, Terminátor első része előtt, illetve még ugye nem sokkal rá, hogy az Aliens második részét is rendezte. Csak ott például a rendező Ovidio kivette a kamerát konkrétan a kezéből, mert nem tetszett, hogy Cameron csinálta, amatőrnek tartotta, és végül mi lett Cameronból. Ugyebár na de már visszatérve ez a filmhez, hát végül is konkrétan arról szól a film, hogy van egy hatalmas óriás polip, és a cápa mintájára konkrétan majdnem ugyanaz a sztori. Van egy hatalmas vízi karnevál, amit ugye a megfelelő emberek mindenféleképpen meg akarnak nyitni. Ugye vannak a búvárok, illetve a különböző tudósok, akik próbálják rávenni a fejeseket, hogy ne tartsák meg ezt a vízi karnevált, ugyanis egy hatalmas, óriás polip van valahol a vízben vélhetően, és gyomokat találnak erre vonatkozóan, és hát konkrétan erről szól az a film, tehát igazából nem találták fel a spanyol viaszt. Nagyon jó zenéje van a filmnek, tehát ez annyira fülbe mászol, hogy most is a fülembe megy. Nem egy akciódús film, tehát még a cápában ugye nagyon jól fel van építve maga az egész hangulat, és a végén azért elég sokat mutatják a cápát, meg ott azért történnek a dolgok, addig ebbe a filmbe kevésbé sikerült ennyire felépíteni az egész produkciót. Az elején, amikor van egy jelenet, hogy sajnos egy kisgyereket a babakocsiból ellop a polip. Néztem is, hogy ez egy ilyen szuperintelligens polip lehet, hogy kidugja a fejét a vízből, meglesi az anyukával a gyereket, az elsétel, megvárja, amikor az anyuka elsétel, és utána a gyereket sajnos elrabolja a polip, hát megöli. Hát csak úgy néztem nagyon az elején. Egyébként a filmben benne van Henry Fonda, aki rengeteg klasszikus western filmben volt. Például, amit én is nagyon szeretek, a Nevem senki, Terence Hill-lel. Érdekes volt ilyen szerepben látni. Egyébként, ami nagyon szép a filmnek, az a fényképezése. Gyönyörű beállítások vannak a filmben. Sok-sok olyan volt, mint hogy a képeslapra való lenne. Gyönyörű beállítások vannak. Rengeteg közeli van, aztán nagyon sok közeli is akkor visszahozzák ugye távoli látószögbe. Nagyon értett az operatőr munkáját, azt mondom, hogy ezzel a részével úgy nincs is gond a filmnek. Akkor jönnek a polip támadós részek, ott vannak szerintem a kis gyengusabb részek. Sokszor látszik, hogy egy kisebb polip egy makettet tesz tönkre például. Egy jelenetre mondanám, ami úgy igazából szerintem tényleg jónak mondanék, az éjszakai polip támadás, amikor egy hajót megsemmisít, és több szereplőt is megöl a polip. Én arra azt mondanám, hogy az úgy, hogy aránylag jól sikerül, de arra akkor se kell egy cápa szintet várni.
Illetve a végén, amikor van a nagy vitorlás verseny, és a polip elkezdi az embereket ott tizedelni, az is érdekes volt, tehát ijesztőnek nem mondanám semmiféleképpen, csak nem is mondanám megmosolyogtatónak, csak úgy mégis úgy egy kicsit úgy mosolyogtam rajta, amikor mentek a vitorlákkal az emberek, és az egyik így hátra nézett, és a nagy polip fel kín volt a vízbe, hogy elképzeltem, hogy én mit csináltam volna, hát ijesztő lett volna. Magát ugye a polipot egybe nem igazán lehet látni, nem úgy, mint a cápa esetében, azért ott jó, mondjuk azért a költségvetés ott azért teljesen más volt, tegyük hozzá, hogy ott azért durva volt, ugye meg ott ugye elfújt az egész díszletet a vihar, meg ott azért túllépték nagyon durván a költségvetés, meg az a Spielberg film. Úgy ebben az esetben jóval kevesebb pénzből készülhetett el ez a film. Úgyhogy kinek tudnám úgy ajánlani? Annak, aki mindenféleképpen mindenféle Jaws, azaz cápa ripoffot, azaz másodot meg akar nézni, azok jó szórakozhatnak rajta. De aki egy nagyon jó ilyen vízi horrort vár, az lehet, hogy csalódni fog ebben a filmben. Hogyha láttad a filmet, érdekelne a véleményed, komment szekcióban mindenféleképpen. Ha tetszett a videó, dobj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is. Bé!